A Nyíregyháza önkormányzatának tulajdonában lévő épületek meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése. A több mint 1 milliárd forintos pályázat célja a fűtési rendszerek és a külső határoló szerkezetek korszerűsítése. Ennek keretében 7 épület újult meg. Ez egy hosszas előkészítés eredménye, ugye ebben van a 4 iskola. Az iskolákat egyeztettük a szakképzési centrummal, a tankerülettel. Az önkormányzat az 1 milliárdon felül plusz 50 millió saját erőt is biztosított ehhez. A másik 3, ugye a polgármester ott a B épület, hát az napintap láthattuk, hogy az már évtizedek óta a felújításra szorult. Tehát az nagyon adta magát, a mustárház szintén, az idősek otthona is, és nagyon örülök, hogy be tudtuk fejezni az ezévi programunkat. A projekt zárásaként idén szeptember 30-án befejeződött a Sipkai felújítása is, amelynek munkálatait június 1-én kezdték. A kivitelezés összköltsége közel 245 millió forint volt. Ez a beruházás egy komplex energetikai felújítás volt az épületre, ami jelentette az épület teljes külső hőszigetelését, egy színezés természetesen hozzá, az összes nyílászárónak a cseréjét, megtörtént a radiátorok cseréje, illetve a radiátorokat hőszabályozó szeleppel látták el, valamint ehhez járult még a tetőhő, illetve vízszigetelése. Ezzel kapcsolatosan kaptunk egy teljesen új komplett villámvédelmet, illetve ehhez kapcsolódóan még a beruházás része volt egy mozgáskorlátozott mosdó kialakítása, illetve az épület akadálymentes bejárata is elkészült a beruházás során. A projekt eredményeként évente közel 570 tonnával csökkenthető az üvegházhatású gázok kibocsátása. A város jövője szempontjából is fontos, hogy a terület és településfejlesztési operatív program által biztosított forrásból sikerült felújítani ezeket a közintézményeket.